Hello mindenkinek! A mai rész erősen 18 pluszos lesz. Tavasz van, ezt mindenki érzékeli, ennek minden hozományával, óraátállítás, húsvét, minden virágzik, indulnak a méhek, úgyhogy a mai videóhoz hoztam egy segítőt. Ő lesz az, aki majd nekem segít zümmögni, ugyanis nem másról lesz szó, mint a szexről. Nagyon jó idő van ezen a hétvégén, itt a növényházban olyan 35 fok körül lehet. Volt még egy kis dolgom, azt már én elintéztem, és most akkor rátérhetek arra a dologra, amiért igazából ki is jöttem ide a növényházba. Ugyanis most kőtvirágokat fogunk beporozni, úgyhogy van itt egy méhecske, akivel én most együtt fogok dolgozni. Felügyelj rám, hogy jól zümmögjek majd közben. Ahogy a háttérből egy picit már látszik, virágoznak a kőtvirágok, már beindultak. Úgy gondoltam, most egy pici videót csinálok nektek erről, hogy én ahogy porzom be ezeket a növényeket. Igaz, hogy a csatornán már van erről a videó. Úgy gondoltam, hogy a kettőből majd össze fogjátok gyúrni a nektek jó információt. Ugyanis mindenki másképp csinálja, ahogy ez a szexre is igaz. Úgyhogy külföldi oldalakon is láthatok már ilyen videókat. Egyébként nem nagy dologról van szó. Mindig mondom, hogy egyszerű annak, aki már ugye többször csinálta. A kőtvirág formája egy picit olyan bonyolultnak tűnik, olyan, mint egy UFO, vagy nem tudom, fordított esernyő, mindenféle dolgok vannak a virágban. Úgyhogy mindjárt meg is nézzük, hogy milyen részei vannak. Itt is vagyok egy levágott kürtvirág virággal. Ugye ez a Flavavar cuprea virága. Látszik, hogy teljesen sárgás színű. Mind a szíromlevelek, mind a csészelevelek, valamint ilyen zöldes színű maga a pollen tartó kis esernyő is. Ugye, hogyha itt megnézzük az alját, nem tudom mennyire látszik, hogy 5 osztatú. Egyébként is 5 szíromlevél is van, valamint 5 csészelevél, 3 ilyen picike levélke.
Úgyhogy ez ilyen negyedévé teszi ezt a virágot, hogy ilyen öt osztatú, ettől különleges. Ugye van a legszebb része, a legszínesebb része, az a szíromlevél. Ugye a szíromlevélnek az a feladata, hogy itt az esernyőnél ezt a pici lukat lezárja, ahonnan levettem, ott látszik, hogy be lehet jutni. Ugye védi magának az esernyőnek azt a funkcióját, nem tudom, hogy kamera tud-e rá fókuszálni, hogy azt a funkciót védi, hogy ugye ott vannak bent a... majd így állok. Ott vannak bent a virágport tartó tokok, amiből kihullik ebbe a fordított esernyőbe, és ha jól megnézzük, akkor ott van bent a virágpor, és a szíromlevél azt akadályozza meg, hogy ezen a pici lyukon kifújja mondjuk a szél a virágport. Valamint illetéktelen rovarok sem tudnak bejutni. Ez a szíromlevél egyébként beporzás után el fog száradni, és le is fog hullani. Itt marad nekünk a felső levél részünk, olyan, mint egy csészelevél, az alsó kis fordított esernyőnk. Ki fognak hullani majd a pollentartó kis tokocskák a szárukkal együtt, elszáradnak és lehullanak, és majd középen ott marad a magtok, amiben ha jól porosztunk, akkor nagyon sok mag fog teremni. Ha nem jól porosztunk, akkor pedig csak ilyen csökevényes öt oldalú góla marad belőle, hogy ilyen matematikai nyelven mondjam, és innen tudjuk, hogy beporzódott-e maga a növény. Most a beporzást ugye Amerikában speciális rovarok végzik, ilyen légyfélék. Igaz, hogy ebbe is bele tudnak mászni pici rovarok, viszont a bibére nem tudják oda juttatni a virágport, mert annyira érdekes az a virág egyébként, hogy maga a bibe, mutatom, maga a bibe ennek a kicsúcsosodásnak, koszos a körmöm, mert éppen átültettem, ennek a kicsúcsosodásnak a belső oldalán van, majd közeli képen meg fogom mutatni nektek. Hát itt nem tudom, hogy mennyire látható. Szerintem nem fókuszál rendesen. Ott van egy pici pöcök egyébként, de majd, hát lehet, hogy majd be fogom vágni, közelről le fogom ilyen makrofotóval fotózni, és meglátjátok, hogy néz ki a bibe. Ez egy pici kis kitüremkedés magán ezen az alsó levélrészen. Ez a bibe, ez ragadós felületű, és erre ragad rá majd a pollen, és így történik majd a beporzás. Ugye maga a pollen az hím ivarú, és a magtokban pedig várják majd a nő ivar sejtek a beporzást, a bibéről jut majd át a úgymond információ a beporzásról, és úgy fognak majd ugye a magok termelődni. Mutatom nektek közelebbről, közben szétvágtam egy ilyen virágrészt, ugye felül vannak ezek a csészelevelek, alul pedig, hogy fordítsam, alul pedig, hogy ez a esernyő. Ugye felül vannak ezek a úgymond csészelevelek, alul itt van ez a fordított esernyő, látszik, hogy van benne az a világos sárga virágpor. Itt vannak a szíromlevelek, ami látszik, hogy ilyen szépen lezárja ezt az ívet, ezt a lukat. Maga itt van ugye a virágszár, és ezek ugye a virágpor tartó tokok, ezek a sárgák, mindegyiknek van egy szára. És majd ott belül ugye van egy vastagabb rész, az lesz majd a magtokunk, az fog szépen meghízni őszre, hogyha jól zümmögtünk. Most, hogy nagyjából megismertük a kőtvirág virágjának a felépítését, ugye adódik a kérdés, hogy akkor hogy kell a beporzást elvégezni. Ugye a beporzás lényege az, hogy a hím ivarsejtek eljussanak a női ivarsejtekhez.
A virágoknál ez azt jelenti, hogy a pollennek kell eljutni a bibéig, hogy ott felragadjon ugye arra a ragadós felületre. Ezt mi beporzó rovarok hiányában ugye magunk végezzük. Én úgy szoktam, hogy ahogy kinyílik a virág, mindig lecsekkolom, hogy van-e már a kis esernyőben virágpor, és akkor kezdem el porozni. Körülbelül egy hétig minden nap felkenem a virágport a bibére, így lesz a biztos a megtermékenyülés, valamint így lesz a lehető legtöbb mag majd a magtokban. Akkor megpróbálom megmutatni, hogy én hogy porzom be. Egyébként én csak a két kezemet használom. Nem használok semmiféle pálcikát, egyéb segédeszközt, nem tudom, szeretem saját kézzel intézni. Annyi, hogyha nagyon száraz a kezetek, akkor egy picit az ujjatok hegyét be kell nedvesíteni, hogy picit tapadjon, mert ugye ezzel fogunk dolgozni. És annyi a feladat, hogy felemeljük a szilomlevelet, benyúlunk, hogy egy pici pollen ragadjon az ujjunkra, és itt ugye ezeknél a csúcsoknál van a bibe, és így rákenjük. És megyünk a másikra, azt is rákenjük, amíg van pollen az ujjunkon. Forgatjuk körbe, és rákenjük. Ha nincs elég pollen, akkor ugye megint veszünk a kezünkre, és végig rá kell az összes bibére szépen simogatni. Aztán visszarendezzük a virágot, a szilomleveleket, és másnap újra jövünk. Arra vigyázunk, hogy ne szakítsuk el ezt a esernyőt. Hát nekem itt már sikerült, de látszik, hogy még van ott benne virágpor. Ezt hagyjuk meg, ne szórjunk ki lehetőleg sokat, mert akkor nem marad. Ugye? A pollen egyébként folyamatosan érik és hullik le ebbe az alsó kis esernyőbe. Úgyhogy ennyi a beporzás, ezt 5 napig kell végezni. Sajnos előfordul, hogy néha így megtörik a virágszár. Ha nem törik el és nem szakad el teljesen, akkor a virág az még élni fog, ugyanis a virágszárban, ugye a csatornákon keresztül még kap nedvességet a növény. És hát erre így, hogyha vigyázunk, akkor és rendesen beporozzuk, akkor őszig normálisan ki fogja nevelni a magokat. Nem csak sárga virágú kőtvirágok vannak, a különböző hibrideknek és a purpurea fajnak inkább vöröses bordóba hajlik a virága, valamint a különböző fajok hibridjeinek mindenféle színárnyalatban játszhat a virága. Valamikor ezek a csészelevelek bordók, a szilomlevelek sárgák, vagy mind a kettő piros, úgyhogy teljesen változatos ez a dolog szín tekintetében. Még egy kis érdekesség, mikor elkezdtem foglalkozni a kürtvirágokkal, még a másik növényházam volt meg, az a kisebb, ami fólia oldalú volt, és tavasszal észrevettem, hogy nagyon büdös van a növényházban. Azt hittem, hogy beköltöztek a macskák, de sehol nem volt egy lyuk, egy rés, ahol be tudtak volna jönni, és nem tudtam, hogy hol fognak ki rajtam ezek a jószágok. És olyan büdös macskapisi szag volt, mire rájöttem a kőtvirágok virágzásakor, hogy a fláva családba tartozó növényeknek, a virágjának van ilyen szaga, egyébként ilyen kesernyi és ilyen fanyar illat, viszont vannak olyan növényfajok, amelyeknek kifejezetten jó és édes, finom illatú a virágja, úgyhogy viszont azok meg picik, sajnos, és később virágoznak időben, úgyhogy most itt eléggé ilyen macska vizelet szag van, úgyhogy kicsit fura így dolgozni ebben. Egy-két növény még lehet, hogy nem ijesztik, viszont amikor sok növény virágzik, akkor jelentős ez a illat, ha bár mondjuk már ez szagnak nevezhető.
és mondjuk, hogyha allergiára hajlamos vagy, akkor lehet, hogy egy gyógyszerrel kell kimenned a növényházba, egyébként kaparni fog a torkod, a garatod, az orrod, viszket, esetleg folyik a szemed is, bepirosodhat, és az nem a füvezésnek a eredménye lesz. Maga a beporzás része az végül is ennyi, nincs egy perc szerintem végig simogatni a kicsi bibéken a virágport, viszont ezt körülbelül 5 napon keresztül minden nap meg kell csinálnunk, nem baj, hogyha azonos időpontban. Amire nagyon kell figyelni, ha tiszta beporzást szeretnétek, hogy a fa jellege tökéletesen megmaradjon, akkor minden ilyen beporzás után meg kell mosni a kezeteket, hogy a pollent az előzőről ne vigyétek át a következőre. Úgyhogy erre kell figyelni. Amit én még láttam külföldi oldalakon, hogy egyesek ugye a virágzatot egy ilyen kis, hát ilyen átlátszó, ilyen hálós pici zacskóval védik. Ez nyilván azért praktikus, amikor egy különleges hibridet akarunk előállítani, akkor ne porozzon be véletlenül valami rovar, hogy rászáll, és akkor ezt ugye össze lehet húzni, magára a virágra rá kell húzni. Amiért ezt én nem alkalmazom, annak az az oka, hogy én nem csinálok különleges hibrideket, és ha minden nap porzom a növényt, akkor nagyon kicsi az esélye, főleg egy növényházban, hogy valami keresztbe porzás történik. Itt olyan nagy szél nem fúj, nem viszi át az egyikről a másikra a virágport, valamint most még nincs is annyi mennyiségű rovar, hogy esetleg itt bekavarjanak ebbe a dologba. És akkor mutatom, hogy hogy néz ki ez a kis dolog így használat közben. Hát így rá kell húzni, alul összehúzzuk, nyilván nem tud bemenni a rovar semmiféleképpen. Ugye szellőzik a virág, nem fog berohadni vagy bepenészedni. Viszont minden alkalommal, amikor porozzuk, ugye majdnem egy héten keresztül, ezt mindig le kell venni. Ezzel óvatosan kell bánni, mert ha rosszul rángatjuk a növényt, akkor kiszóródik a virágpor, és az meg ugye nem cél, hogy elpocsékoljuk erre. Úgyhogy én ezért sem használom ezt a dolgot, mert megnehezíti például a beporzási időszakot. Ennek ellenére, hogy a kevés növényed van, és tényleg különleges hibrideket akarsz csinálni, akkor nyugodtan alkalmazhatod, maximum óvatosan fogsz majd vele bánni. Hibrid porzásnál bevett dolog, hogy amikor még a virág éppen csak hogy kinyílt, és a pollentokokból nem kezd el hullani a virágpor, akkor ezeket a pollentokokat levágják, és magába az esernyőből ugye semmi nem tud belehullni, és így egy másik növényről a pollent tisztán rá tudják vinni a bibére, nem fog bezavarni a saját virágpora a virágnak. Mondok még egy praktikát, hogyha sok növényetek van, de nem akarjátok mindent beporozni, hanem csak mondjuk az érdekesebbeket, akkor hogy megjelöljétek, hogy melyiket porozzátok, egy ilyen kis szigetelő szalag darabot ráragasztatok a beporzott növény szárára, és akkor tudjátok, hogy melyik van mondjuk beporzás arat. Mondjuk a hibrideket más színnel jelölhetitek, viszont a hibrideknél, hogyha hibridet akarunk létrehozni, ott ugye fel is kell majd címkézni, hogy melyik fajt, melyik fajjal poroztad be. Hogyha majd a hibridet le akarnád írni botanikai nyelven, akkor erre szükség lesz, hogy mit poroztál és mivel. Ugye a kürtvirágoknál nagyjából bármelyik fajt, bármelyik csoportot össze lehet porozni a másikkal, nagyon érdekes és szép kombinációk jöhetnek létre, mind forma, mind szín tekintetében, és ezeket az új hibrid változatokat fantázia nevekkel is el szokták látni. Ezeket megtaláljátok a neten, mindenféle név van, viszont a rendes botanikus leírásban ott van, hogy miből keletkezett, amikor már ugye a hibrid hibridjének a hibridjéről beszélünk, viszont előfordulhat, hogy egy hibridnek nem lesz termékeny a virága, vagy virágpora nem lesz, vagy hiába porzott be, nem fog magot termelni. Ez előfordulhat egyébként a hízókáknál, a harmadfüveknél, de itt is találkoztam már olyan hibriddel, aminek nem volt pollenje például. És akkor még a végére
nem mondtam el azt, amit mondjuk az elejére kellett volna, hogy a sikeres virágzásnak mik az alapfeltételei. Hát legfőképpen és elsősorban a jó telelés. Ugyanis a hideg hatás miatt a növény érzékeli a pihenő időszakot, és tavasszal, amikor ugye a napos órák száma is hosszabbodik, amit a hőmérséklet is emelkedik valamennyire, akkor ugye beindul a virágzási hajlam, és ha egész télen mondjuk egy fűtött szobában volt, akkor ez nem biztos, hogy előjön, vagy lehet, hogy elhúzódik, vagy tényleg nem is fog sose virágozni a növényed. Ráadásul, ha kimarad a telelés, akkor ugye le is fog gyengülni. Ugye a magok elég sokára fognak beérni, már egészen október vége vagy november is lehet egyébként a mag beérésnek az ideje. Ilyenkor lebarnul, elszárad maga a virágszár, és a magtok egy idő után fel fog repedni. Most ezt nem szoktuk megvárni, amikor lebarnul már és elkezd száradni a növénynek a virágzata magtokkal együtt, akkor levágjuk, eltesszük esetleg egy papír zacskóba, hogy ne fülledjen be, ilyen utóérő folyamatként még megérik és kiszárad. Egyébként olvastam olyanról, hogy akik mondjuk steril laborban dolgoznak, és a növényeket úgymond steril tápanyagra akarják tenni, mármint a magokat, azok nem is várják meg, hogy teljesen szárazra beérlelődjenek a magok, hanem még zöld állapotában kibontják a magtokot, és ezeket a zöld magokat fogják rárakni magára a zselés táptalajra, és állítólag így ugye a szezont előre tudják hozni, mármint hogy a csírázási szezont, főleg ugye ellenőrzött körülmények között lámpa alatt. Úgyhogy a zöld magokból is lehet egyébként növényt nyerni, csak ahhoz ellenőrzött körülmények kellenek. És hogy alakul a magok utóélete? Ugye szüretelés után egy olyan helyre tesszük, ami hideg, akár fagyot is kaphat, ugyanis nekik is kell a hidegkezelés, hogy tavasszal ki tudjanak csírázni. Ha meleg helyen tartod majd a magokat, akkor romlik majd a csírázási képességük. Ha nem tartod őket elég ideig hideg helyen, akkor is csökken a csírázási képességük. Azt javaslom, hogy egy fűtetlen melléképületbe tegyétek ki, akár fénytől védett helyen. Jó nekik a sötétben, csak az a lényeg, hogy száraz magokat tegyetek el, mert különben egy zacskóban be fog penészedni. Ennyi lett volna ez a szexelős videó. Ha már ti is csináltatok ilyet, akkor írjátok meg a kommentben. Mármint a virágpózásra gondolok. Ha csináltatok már hibridet, és szépen sikerült, vagy érdekes forma, alak, vagy szín jött ki belőle, arról is várunk fotót. Esetleg a maronkukacmaron.hu e-mail címre, vagy a Facebook oldal, vagy csoportnak az idővonalára. Ha még további kérdésetek van, akkor szintén elérhettek bennünket ezeken a felületeken, vagy az e-mail címen. Úgyhogy bátran porozzatok, nagyon elrontani nem lehet, maximum hibridet kaptok, hogyha nem vagytok elég óvatosak, de annak is örül mindenki, hogyha saját hibridet csinál. Hajrá! Ha már ti is csináltatok ilyet, akkor írjátok meg... Na, és mit csináljuk vele? Elmúltál már 18? Ha már ti is csinált... Anyukád tudja, hogy te mit csinálsz? Nagykorú vagy?